Itt ugye ők az ötös, ugye? És ezt jelképezi ugye többféle a kirakatban lévő dolog is, tehát nem csak a szám, hanem például itt öt lámpást tettek pont ide mögé. Az egyik már feldíszített ablakot mutatja Janó Attiláné. A szexuális hitoktató 6 éve hívta életre az adventi nyitott ablakok nevű mozgalmat. Azóta minden év végének a közelettével arra kéri a helyeket, hogy az ünnepvárásnak megfelelő módon díszítsék fel az utcafrontra néző ablakaikat, és az előzetes egyeztetés követően helyezzenek el egy-egy számot ott, mint az adventi kalendáriumokban szokás. Előzetesen megbeszéljük, megegyezünk abban, hogy ki melyik napot választja, és hogy melyik szám tartozik ahhoz. Ez azért lényeges, mert ez nem egy ablaknyitogató játék, ez nem egy verseny, ablakverseny, hanem mi határozottan adventhez illeszkedünk ezzel a megmozdulással. Vagyis advent első napja ebben az évben november 27-ére esik, tehát az első ablak november 27-én fog elkészülni, vagy megnyílni. Ezt követően pedig a helyiek egy-egy a városban eltöltött séta során megkeresedik az éppen aktuális napot jelölő számot. A kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak. A polgármesteri hivatal munkatársai például már 6. esztendeje díszítik fel az ablakaikat. Ebben az évben eddig 35 család jelentkezett a mai napig a felhívásra, akik vállalták azt, hogy adott időre elkészítik az adventi ablakokat, illetve 27 intézmény vállalta ugyanezt. A szexárdi nyitott adventi ablakok nevű akcióra a kezdeményezés azonos nevű Facebook oldalán lehet jelentkezni, illetve Janó Attilánét megkeresve akár online is csatlakozhatnak az ünnepvárásra készülődők.